kettőnk ennyire. Osztálytalálkozó, tudod, mikor 20 éve nem látják egymást, meglátják, ugyanazok jönnek, ugyanazok a dumák, ugyanaz. Ugyanaz a hangulat. Jönnek a sztorik, minden. Hát minden ugyanaz, de gondolom, itt mindenki azért már azóta sokkal okosabb lett, meg változott. Én például annyira hülye vagyok, hogy néznék egy régi klipet. Én még egyet sem láttam a régiekből. Most egy régit? Nem lehetne látni. Biztos, hogy meg lehet oldani, a kollégáim biztos, hogy meg fogják tudni. Szóval régit, nem újat? Hát ha van új, bármit, csak Hungária legyen, hagyd nézzek egy kicsit, mert szomjas vagyok, szeretnék én egy kicsit is most. Akkor most megnézzük. Hogy tetszett? Mert én úgy Dolly mondta, azt hiszem, hogy ő most látja ezt először. Én valóban most láttam először, de nagyon jó pofa volt. A sajtótájékoztatón, amikor bejelentettük az egészet a helyszínen, ez ott történt, úgyhogy onnan ilyen bevágásokat láttunk. Dolly, amikor engem még az ezzel Dollyról nagyon izgat, hogy mit szóltak akkor a többiek, tehát a Dollyról többi tagja örült ennek, vagy most, tehát ők most ott maradtak végül is nélküled a semmibe? Hát nem egészen, mert azért, szóval van a Kékes Zoli, ugyebár aki a Hungári Együttesnek szintén tagja volt, és van a Ricsi, aki most önállóan dolgozik. Úgyhogy, de nagyon örültek, úgyhogy ő is jön a bulira természetesen. És a ruhákban mennyire változtattál te? Szóval ugyanaz a stílus marad, de vagy van olyan ruha, ami még megmaradt akkorról? Van még olyan ruha, természetesen ez a szemüveg például echt, ez pontosan akkori, 80-as évekből a cipő. Ez a ruha, ez új, ez is új, de azért van olyan, ami régi. A fiúknak megmaradt a ruhájuk? Vagy nekem például... Ez az? Nem. Az már erre az alkalomra készült, és a Robi is erre az alkalomra készült, de a stílus az természetesen ugyanaz. Mellesleg nekem van még egy jó pár ruhám a régiek közül, még az első közül, amit a Gólya áruházba vásároltunk, az még 80-ban volt, amikor Magyarországon még anyagot se lehetett igazán kapni. A régi ruhákat ebben a second hand áruházban vásárolgattuk Második össze. Ilyen régi. De csak a barát a New Yorkban volt, és az, amely second hand. New York. Nem, szóval a Gólya áruház, van Pesten egy áruház, ahol a 80-as években, hát mit tudom én, ilyen használt dolgokat lehetett kapni, amiket még a nagypapák hordtak annak idején, vagy a papák, és azok között turkálva azért összevásároltunk egy pár dolgot, hogy először valahogy be tudjunk indulni. És abból a garnitúrából nekem még otthon van néhány. Azért előre szaladtunk itt az előbb, szeptemberben mindenki ugye a koncertről beszél. Az engedtessék már meg nekem, hogy arról egy kicsit beszéljünk. Megengedjük neked, hogyha, túl jól tudom, ez most nagyon furcsán fog hangzani, de hogyha vége a koncertnek, és azt mondtátok, hogy a közönség miatt jött ez az egész létre, és ha a közönség azt mondja, hogy egy évben ne legyen végre, mert most már akkor legyen a Hungária, akkor mi lesz? Hát ha 10 évig egyfolytában mondja, mint ahogy idáig, akkor 10 évben lehet, hogy megismételjük. De nem 10 év, akkor megint kimaradt 10 év? Tehát itt letelik az egy év, és akkor mindenki visszaváltozik olyanná, amilyen volt, tehát akkor lesz majd ergo megint? Vagy ez hogy a lesz? Szabadacsó. Egyetlen egy alkalomra jött össze, egy koncert. Megismételhetetlen. Nem visszamegyünk a saját világunkba. Kell ez a koncerthez kondícióban is változni, tehát kondícióban is úgy felkészülni, hogy ez többet kíván-e, mint a mostani? Mondjuk itt ez a 10 év alatt, amilyen életet éltetek, most mást kell majd csinálni? Most én azon a válaszolok, volt a nagylemez felvételünk, és nem tudtam végig dobolni a számot. Ez mit jelent, annyira fáradt vagy? Nem vagyok fáradt, de tudod, ez valami doboz, és akkor így a szíve tang-dang-dang-dang, és a számnak a második felénél már azt mondod, hogy bocs, álljatok meg, még egyszer induljon a szallag, egyszerűen nem bírod. Pedig aztán az Ergo-ban szétszántottam a színpadot elől, tudod, mind a vaddisznó úgy rontam. Itt egyszerűen az kevésnek bizonyulsz, ha nem bírom, és nem tudom, hogy többiek hogy vannak vele, de ez valahogy így van. Végülis azt most te osztad szóba az Ergo-ban. Te voltál ott erről, de hát itt nem te leszel, az nem baj? Hát nem. Nem rossz? Nem. Hát egy kis alázat az nem állt az embernek, hogy ott hátul megbújni. Jó. Mi lesz, ha szakad az eső? Most nem fog szakadni. Ez tuti? Tuti. Ez biztos. A CD-ről elég keveset beszéltünk, annyit mondunk csak, hogy azt mondták, hogy a Hotel Mentolhoz képest nem vettek észre a változást, de mégis egy kicsit beszéljünk róla, hogy milyen ez a CD. Fantasztikus. 18 nóta van rajta. Én azt hiszem, hogy egyszerűen csak ennyit tudok róla mondani, hogy fantasztikus. 18, csak tehát ez azért mondjuk, hangsúlyozzuk, mert ez dupla. Dupla hangmennyiség, nem? Hát ez a manapság 10 fél rá egy kazettára vagy a CD-re, ez 18. És tényleg nagyon jó sikerült. Nem, hát a Muki már elmondta, nagyon jó sikerült.
Van egy szám, a Figaro, amit ő énekel, nekem az egyik kedvencem. Na igen, éppen ezt akartam kérdezni, kedvencek. Figaro. De ezt még nem tudjuk bemutatni, azt hiszem, ugye? Aztán a Dolinak van a Riói kaland, az is nagyon tetszik. Aztán a Novai Gabi énekel egy ilyen hasonlót, ő énekelt a régi zenekarban. Hol van most a Novai Gabi? Novai Gabi? Az Twistel valahol, Twistóra van, tudod? Korai Twistóra van. Tehát ő nem hát igen, azért elmondanánk azt, hogy természetesen nem háromman vagyunk összesen, igen, hanem hatan. És Kéke Zoli, Novai Gabi és a Szaxi Maximál is Fekete Gyula most jelen pillanatban ők éppen a soros kialvók. Bárénitől Kéke? Én azért itt azt elárulhatjuk, én a Kéke Zolit itt láttam. Jól láttam? Jól láttam. Csak ő már lehet, hogy nem fért volna ide, hogy most én hát annyit tudtatok fizetni Gázsiban, hogy csak hárma jösszünk. Ki a vezéregyeniség itt a mostani Hungáriában? Egyetemben mondhatjuk, hogy a Lapos Norbert. Tehát a menedzser. A menedzser itt. Nem, Miki? Ki a vezér? Ugye, hát ez egy szóval, kompén... egyéves kapcsolatban, amikor ekkora hétpróbás gazemberek összejönnek hatan, akkor itt már nem kell igazán vezéregyeniség, már ami a dolognak a művészi részét illeti. Pontosan tudjuk, hogy a dolog miről szól, beszélgetünk is róla épp eleget, és végül is nem egy zenekart csináltunk, hanem a saját nosztalgiánknak a megformálását, igaz? Tehát bár most egy zenekar képét alkotjuk, és ez így is lesz az év végéig, azért ez most nem az a terv, amikor az ember összeáll hat srác, és akkor gyerünk, ameddig belefér, hanem pontosan tudjuk, hogy hol a vége. Éppen ezért ebben mi azt hiszem, hogy kellően egy húron pendülünk ahhoz, hogy nekem most külön bandavezér, csordavezér. Lapis Norbert, akit a Robi megemlített, ő pedig a dolog producere, aki végül is a dolgot összerántotta, aki az utolsó szót kimondta, azelőtt mielőtt mi beleegyeztünk, mielőtt mi igent mondtunk. És hát ő a dolognak azt a részét intézi, ami nekünk nagyon fontos, hogy nekem vele foglalkozni, a menedzser és a szervezést, a programozást, azt, hogy például ma reggel ide kellett jönni, azt neki köszönhetjük. Köszönjük neki. Megmondom, miért kérdeztem ezt a vezéri egyéniséget. Azért, hogyha mondjuk valamilyen konfliktus adódik, jó tudom, nem adódik, akkor ki az, aki elsimítja? Adódik. Akkor ki az, aki persze, esi, a Dolly? Ha nem adódna, akkor nem lenni, akkor nem ember. Aki akkor azt mondja, most már elég, és igen, akkor dolgozik. Igen, a Dolly például azt mondja, hogy gyerekek, hát ne csinálják. Meg aranyos kis hangján, hogy gyerekek, hát ne veszek egyetek már. Hello, akkor, ne csináljátok. Mi rögtön azt mondjuk, hogy jó rendben van, nem vetek. És akkor az a vége. Igen. Én szívem szerint megnéznék most még egy flipet, legalább nem nézünk meg, most mutatják nekem, hogy nem. Lehet, hogy idő van, és el kell benneteket engednem. Lehet, hogy sietünk valahova, lehet, hogy nektek lejárt az idő, na, most már elég, menjetek haza. Na, azt nem hiszem, szerintem nektek kell sietni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nem tudom, hogy miket szabad ilyenkor kívánni egy ilyen koncert előtt, azt nem szabad semmit. Hát, ha babonás lennél, mint ahogy én az vagyok, akkor azt mondanád, hogy nem kívánok semmit. Jó, akkor nem kívánok semmit, és köszönöm, hogy ilyen korán felkeltetek a kedvünkért, és eljöttetek. Mi is. Kedves nézőinktől mi elbúcsúzunk, de a sikervonal még jön. Holnap Jáksó Lászlóval találkozhatnak. Legyen nagyon szép napjuk, viszontlátásra, sikervonal jön. Színpadon a Hungária együttes és négy doboz, a mai napunk gyümölcse, az egyik gyümölcse, a másik gyümölcse a lemez, ami készül, de azt most még nem láthatjuk. A dobozt hamarosan láthatjuk, hogy mi van benne, de először kérem szépen nézzék meg, hogy milyen napunk volt nekünk ma így együtt. A gyűjtést akkor még Hungária együttes nélkül délelőtt 10-kor kezdtünk. Ekkor helyeztük el a közjegyző által lepecsételt gyűjtőládáinkat a kétferihegyi repülőtér érkezési oldalán. A Hungária ezekben a napokban új nagylemezén az utolsó simításokat végzi, így a stúdióból indultunk. Négy fehér asztrával és a négy urnával, hogy először a kutyakiállításon próbáljuk ki magunkat. Hogy versenyre keljünk az ebekkel, és az éppen akkor zajló, birkaterelő verseny ígérte látványossággal. Ne öreg, nem hívogat a Tivoliból, alacik a zene. Miklós, úgy tűnik a dolog, hogy itt nagyon félelmetes vagy, nagy a távolság közted és a közönség között. Menj közelebb. Jó, megyek. Jó? Jössz velem? Megyek. Na, tessék. Hölgyek, uram, nézd oda. Egyből elszaladnak. Szerencsére Dollynak, Fenyő Miklósnak és Szikora Robertnek önkéntes segítője is akar. Megéreztem. Tudtam, hogy ma van értelme idejönni, túl a kutyákom.
Robi, azt hiszem, hogy te nagyon nehéz szívvel jöttél el, hiszen éppen a te számodnak a szaxi szólóját fújta fel barátod. Ahogy mondod, de ez ugyanolyan fontos, nem, mint az a szaxi szóló, azt még meg lehet ismételni, ezt nem biztos. Itt szerényen áldogáltam, viszont nagyon sok pénzt összegyűjtöttem szerintem. A fiúk ezután váltottak, a stúdióban Fekete Gyula letette a szaxofont, Kékes Zoli is közénk állt, és még elértük a Csillebérci Mountain Bike világkupa befutóját. Itt egy nagy tapsot és némi készpénzt gyűjtöttek a Hungári Együttes férfi tagjai. Ekkora már elmúlt délután 4 óra, és a Hungaroring helyett, ahol szintén rangos autóversenyt rendeztek, biztos, ami biztos alapon az idéglenesen Budapesten tartózkodó Vidám Parkot látogattuk meg. Itt egy helyi műsorvezető kollégánkban ügyünk lelkes támogatójára találtunk. Hölgyeim és uraim, a beteg gyermekekért, ne felejtsük el a bibliotékus gondolatot, nagyobb öröm adni, mint kapni, és itt a Hungária Együttesnél. Én köszönöm szépen, hogy segíthettem. Ez egy akció, melyben gyűjtünk beteg gyerekek részére. Csak egy szimbolikus összeg, ha van nálatok zsebbe egy kis apró, beledobjátok oda Szaxi Maxinak. Azt hiszem, hogy ilyen nemes célért mindig érdemes bevetni az embernek magát. Jó ügyre megy, és amikor jó ügyre megy a pénzt, tehát gyereket segíteni, vagy betegeket, az mindig jó, mert én is beteg voltam sokáig. Én vesetranszplantált vagyok, és 3 éve műtöttek, és minden, ami jó ügyre megy, arra szívesen adakozik az ember. Hát 4-5 órát dolgoztunk ma délelőtt. Egy új lemezt veszünk fel, és az összes szaxi szóló ma délelőtt elmarad. Akkor jót is tesz neked egy kis levegő, nem? Imádom ezt a forgatagot. És azt is nagyon szeretem, hogy az emberek tényleg odafigyelnek, és mindenki, aki teheti, az előveszi a 100-asát, 200-asát, és beledobja az urnába. Hát én tudom, hogy a Hungária ruhája mit jelképez, az önöké mi? Mi vadász vagyunk. Gyerek is? Az nem, majd az lesz. Az lesz. Igen. És azt tudja, hogy mire gyűjtenek a fiúk? Igen, volt televízióban látom ezt a beteg gyerekekért. Így ment az este 7-ig. Akkor a fiúk visszatértek a stúdióba, mi a televízióba. Sok kedves emberrel találkoztunk, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és némi készpénzt is. Örület. Elérkezett az ünnepélyes pillanat, még nem a koncert. Azt mindenki tudta egyébként, ahol jártunk, hogy mikor lesz, hogy szeptember 16-a, ezzel nem lehetett újat mondani. Fel kell bontanunk, a közjegyzőnk már megnézte, rendben vannak a pecsétek, fel kell bontanunk, hogy mennyit gyűjtöttünk, de én azt hiszem, hogy kicsit lemaradtunk a bentiek mögött, azért itt a televízióban dolgozók jobbak voltak, ami a mennyiséget illeti. Én nem tudom, mi mindent megtettünk azokon a helyeken, ahol jártunk, én láttam most itt a bejátszásból azokon a helyeken is, ahol én magam nem voltam ott. Egyébként nagyon sokan azt hitték ott a Népstadion kertben, hogy ez már a koncerttel kapcsolatos valamilyen tevékenység, mert ott voltunk a kutyakiállításon, és mindenki oda jöttek, mindenki kérdezték, hogy mikor lesz a koncert. Most már akkor tudatjuk, hogy szeptember 16-án lesz a Népstadionban a koncert, és most készülünk egy lemezzel, és hát ezzel igen sok a munka. Azon kívül, amit itt most összegyűjtöttünk, ami most derül ki, hogy mennyi, én remélem, hogy a nagy összeg. És még ma közölni. Azért mi még szeretnénk valami mást is felajánlani. Szeretnénk 50 jegyet felajánlani azoknak a gyerekeknek, akik gyógyultan elhagyják ezeket a kórházakat, és szeretnénk, hogyha ott lennének majd a koncerten. Úgyhogy ehhez a felajánláshoz, amit összegyűjtöttünk, plusz 50 jegyet a szeptember 16-ai Népstadionbeli Hungária koncertre. Ezennel felajánlanék az együttes nevében. Nagyon szépen köszönjük, mi sokat tanultunk, egy kis pénzt gyűjtöttünk, számoljuk, és akkor majd közöljük, hogy pontosan mennyi. Házunkba költözött egy vitang jó felszédületes Jambi, ismerjük el. Cukrászába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és leviszi a közelít bárba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz, tudni, hogy a százból világsztár lett, csak úgy szól, látják a
az isteni Rudi. Szájában mindig ott a rágó gumi. Legyen swing vagy boogie vagy mambo, lát neki mindegy, bármit lazán kirát. Villámkezű domos és magány lesz kisrác. Cukrászában hatalmas a forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, ballal a fagylatot méri ő. Keveri a csúrafémi krémeket, miközben lábába hozza a négyeket. Cseste, mikor újra a dobhoz ül, az összes jambert szánta bendül. Ha rákezdi az isteni Rudi, wow, mindenki tudja, hogy remek lesz a buli. Virtuóz a dobon és szellemes, az összes csaj belé szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! Hát most, ha a Juhász Karcsi lennék, azt mondanám, hogy háló, van valaki a vonalban? De tessék megmondani, hogy melyik együttes ül itt mellettem. De hát ezt nem kérdezem, mert senki nem válaszol. Na, és hát természetesen Hungáriáék. És érdekes, megütötte a fülemet egy szó az iménti dalban, mégpedig ez, hogy Jampi. Na most annak idején, amikor én fiatal voltam, én magam nem voltam ugyan Jampi. Aztán de... fiatal nem volt. Hát most voltam, én most is az vagyok. Édes Mikikém, hát nézz rám. Bár ugye azt szokták mondani, hogy a vén, mint az országút, te hozzám képest az M1-es egy fruska. Na, szóval, kérlek szépen, mi ez, hogy ma, hogy lehet a Jampikról énekelni? Kik ma a Jampik? Ja, hát elsősorban is mi vagyunk. Körülnézünk. Nézd ránk. Igen. És nézve a fiatalokat. Mert annak idején volt a Jampiknak egy jellegzetes öltözködési és fésülködési divatja, ugye? Egyre elég szűk nadrág, ilyen jó magas felhajtó, azon volt felhajtó. Jó, ezen is van felhajtó. Vastag gumitalpú cipőt hordtak, és ilyen furcsán hordták a háréjuk. Áháhá, tessék! Gyönyörű! Egyedi darab. Háréban már nem is beszélünk. Igen. Várja, ne rongáld. Kora reggelet tüdörnék, és sehol sem vagy. Igen. Szóval hogy így, ahogy én, igaz? Igen. Szóval, szerintetek ki a Jampi? Mi? Jó, ez egy rövidés, velős válasz volt. A mai világban ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Jaj, nem lesz könnyű. Mindenképpen azok a Jampik, akik azt a hagyományt megtartják. Ugye, amikor az 50-es, 60-as évek elején az volt a Jampi, aki a rövidre vágott haját, egy kicsit hosszabbra hagyta, hétvégén lezselészte, vagy legalábbis hajolajjal, emlékszem még a gyönyörű dióra, bekente, és utána olyan szép fényesen megtésülte, és úgy ment ki a társaságba táncolni. És hát ez egy viselkedés forma is. Az akkor ilyen hagyományőrző, mint mondod, mint a Takta Harkányi asszony kórus, mert vagy ők is ilyen hagyományőrzőek. Őrizzük a hagyományokat, mert a 80-as évek hagyományait őrizzük, most a 95 környékén. 80-ban meg a 50-es évek hagyományait őriztük ezekkel a cuccok. Egyébként tényleg így van, hogy például amikor nagyon kiskölyök voltam ott a Szent István park környékén, minden srácnak volt ezért a fésűre zsebében, mint most a szikorának ott a kezében. A kezében van. Nem lehet azt mondani, hogy elhanyagolni. Oda nézve a színkondicionált, mert ugyanilyen színű a fésűje. Fésűje, mint az akúja. Te, és Miki, szerinted a Jampiknak volt és van filozófiája? Biztos vagyok benne. Nekem például van, mióta csak létezem, és a srácoknak is van, mert hát ők így élik az életüket, nekik ez tetszik, ők ebben élnek, halnak, és hát persze, amikor buli van, hogy társaságban járnak, akkor aztán nagyon berúgják magukat. Na de milyen a filozófiának a lényege? Mit tudom én, valami léhaság, vagy nem tűnik? Ledobni a stresszt. Ledobni a stresszt, pozitív életérzés, lazaság. Éjjel. Előre. Értem, ledobni a stresszt, ugye? Nem. A stressz lepereg rólunk, és a Jampikról. Tehát az, amit a mai hétköznapok adnak, az egyszer nincs. Tehát szerintem azért van olyan, ami a mai hétköznapokból származik, minden ember ott van, és éppen ez a lényege a dolognak szerintem, hogy ez egy életérzés, tehát ez nem függ attól most, hogy éppenséggel rossz a hangulatunk, mi benne vagyunk ebben a játékban, amit még egy kicsit a játékosan fogunk fel, de azért ez kőkemény, ez egy szívből jövő dolog, ebben benne van a romantika, ebben benne van az ellenállás, ebben benne van persze a vidámság is, a szemtelenség, a rock'n'rollnak az a kis lázadó volt, amit én például nagyon szeretek benne. Értem. Na, itt van a kezemben egy újságkivágás, azt mondja,
hogy Budapest, hát ez a hír keretezése, 486 fiatal vallotta magát Jampinak, és jelentkezett a legjampibb Jampi versenyre, amit először tartottak Magyarországon. Végül is a zsűri közülük választotta ki azt a 21-et, aki el is indulhatott az első Hungária Haligali Jampi versenyen. A lábamon haligalit járok. Köszönja. Most már fel kell tenni a szemüveget, ugye? Már most nekünk is. Összefújnak a szemeim. Azt mondja, felvételünk, hát amit nincsen, Barbit és Hopkinst ábrázolja a győzteseket, azaz Tajmel Barbarát és Szabó Lajost. Íme Tajmel Barbarát és Szabó Lajost. Drága Lajos barátom, mondd már, hogy mit kell csinálni egy ilyen Jampi versenyen? Jó hangosan, mert messze van. Hát egy Jampi versenyen, először is nézték a fazont, hogy ki hogy néz ki, milyen a hajunk, milyen a ruhánk, hogy öltözködünk, a mozgást nézték, nézték a táncolást, ki hogy tud táncolni. Hát, és az egyéniséget. És az egyéniséget, igen. De most, de jó. Most az egyéniséget hogy lehet meggyőzni, hogyha ilyen egyenruhában jártak, és egyformán fésülték a hajatok? De nem teljesen egyformán. Hát nem teljesen egyformán, de mindenkinek megvan a saját egyénisége. Aha. Meg főleg a táncban. Értem. Ki, hogy táncol. Ki, hogy figuráz. Van, aki ronylábazik, van, aki bappol. Bocsáss meg, ha van, aki ronylábazik, és van, aki... Bappol. Bappol. Én hülye, miért kérdezem már? Okos arcot kell vágni. Hát akkor nagyon szépen kedves nézők, most hagyj bappoljak, ugye? És nézzem a következőt. A kezemben van a Vasárnap című újság, nem tudom, bizonyára ismerik ezt a lapot, és ebben van Bajer Zsoltnak egy jegyzete, mégpedig ezzel a címmel, hogy a tök utolsó mohikán. Ez egy nagyon érdekes, igen, nagyon érdekes cikk, és ezt mindjárt megképesítve is látni fogják, de először hadd mondjak el egy viccet az 50-es évek elejéről, hogy akkor egy ember bemegy a belügyminisztérium útlevél osztályára, és azt mondja, hogy elvtársak, szeretnék útlevelet kapni, mert emlékeztek, akkor útlevél még nem volt. Szerintem kérem elvtársam, ennek hát tulajdonképpen elméleti akadálya nincsen, de hova akar utazni? Én kérem Brazíliába. Miért éppen oda? Szóval kérem, ott él egy nagybátyám, dús gazdag ember, gyárai vannak, ültetvényei, hatalmas birtokai, és szegény, egy balesetből kifolyó lakát megvakult, és kellene neki egy megbízható családnak, aki segít. Szóval igen, ez nagyon szép magától, elvtársam, de lenne egy ötletünk. Kedves nagybátya, tegye pénzé az egész vagyonát, és ő jöjjön ide haza Magyarországra. Szóval kérem szépen, félre tetszettek érteni, a nagybátyám vak. Nem hülye. Nem véletlenül mondtam ezt a történetet. Nézzék most Bajer Zsolt megképesített cikkét, jegyzetét. A szemüvegemet, hogy legalább ennyiben hasonlítsak vendégeimhez. Fenyő Miklós, Dolly, Szikora Robert és a Népstadion koncert producere Lapis Norbert. Olyan várakozás van a városban, mint a Rolling Stones előtt. Ez azért egyfajta minősítése a Hungária bulinak. Sőt. Érzitek ti is? Hogy nem, most már nagyon érezzük, és csak hogy a felvezetőtől valamelyes kapcsolódjak, szerintem sokkal izgalmasabb, nagyobb buli lesz, mint a Rolling Stones. Hát sokkal kockázatosabb buli, mert egy Rolling Stones-ra megtölteni a Népstadiont, erre azt mondom, hogy nem kunst. De azért egy Hungáriára bevinni 80-100 ezer embert, vagy 60-80 ezeret, azért úgy gondolom, hogy az első pillanatban egy kicsit dilemmás, vagy kockázatos kérdés volt. Na, jó, tény, hogy kockázatos kérdés. Vagy több koncertet akartatok? Nem, hát ki tudja. Most végül is az a lényeg, hogy ez az egy, amit terveztünk, mert mi egyet terveztünk, de egy nagy ünnepet terveztünk, az nagyon remélem. Most már nagyon úgy néz ki, hogy nagyon nagy ünnep lesz. Na, hogy miért egy, arról majd később, de Norbert, körülbelül a jelenlegi helyzet szerint két nappal a koncert előtt, mire számítotok, hány néző lesz? Arra nyilván, hogy jó idő lesz. Itt ugye első pillanattól kezdve én biztos voltam a jó időben is, és abban is, hogy teltház lesz a Népstadionban, és azt hiszem, hogy nagyon nagy ünnep. Én azt hiszem, hogy a Hungária együttes soha nem játszott még ilyen, ekkora közönség előtt. Robi. Hát magyar zenekar is csak kettő volt, az se egy egzisztáló zenekar volt, ugye az Illés és az Omega. Miért ti egzisztáló zenekar vagytok? Hát ti is egyszerű alkalomra álltatok össze. De hát egy éve azért együtt vagyunk, és csináltunk egy új nagy lemez, szóval ez egy kicsit több és másabb, mint azok. Nem beszél arról, hogy azért itt minden tag külön-külön, egy évtizedben ugye
rajta van a pályán szorosan, és minden évben valamit csinál. Tehát nem egy olyan együttes, amelynek tagjai már réges-rég külön pályán mozognak, sőt esetleg a civil életben, és esetleg egy bulira összeállnak. Itt mindenki zenész volt, itt mindenki előadó volt, szerző volt, a saját produkcióját csinálta a mai napig, illetve januárig, amikor is összeálltunk és megalakítottuk erre az évre ezt a projektet, aminek a neve Hungária Koncert, Hungária Együttes, illetve ez a Nosztalgia Buli. Hogy mi lesz szombaton, az majd ott kiderül a Népstadionban. Mi azért csináltunk egy kis filmet, hogy mi volt régen a Hungária, milyen szerepet töltött be a magyar fiatalság életében, nézzük meg együtt. Úgy tartják, hogy egy bizonyos Alan Freed-től származik a rock'n'roll kifejezés. A nevezetes úr az 50-es évek elején a saját rádióállomásán sugárzott először a fekete és fehér jazz, a blues, a rhythm and blues, és állítólag az amerikai magyar nóta elemeit egy sajátos ritmussal összerázó dalokat. Átütő sikerét a rock'n'roll 1954-ben érte el, és attól kezdve világszerte hódított olyan nagyságok révén, mint például Elvis Presley. A variánsok változtak persze, a 60-as évek elejére azonban kialakult a mai napig a legszélesebb körben elterjedt jellegzetes, összetéveszthetetlen koreográfiájú, mégis bárki által pillanatok alatt megtanulható tánc és ritmus. Attól kezdve jöhettek új és új irányzatok, külföldön, de még Magyarországon sem akadt zenekar, amely ne adott volna elő legalább egy rock'n'roll számot. Amikor 1980 májusában a Hungária harmadik, mint utóbb kiderült legfényesebb korszakát megtestesítő új zenekarával, Fenyő belevágott minden zenék zenéjébe, volt már Csőnaci, rock'n'roll party, Dolly és a lófarok, limbózás és fölnyírt frizura, tehát mindaz, ami a klasszikus rock'n'roll kelléktárához hozzátartozott hajdanát. A fáma szerint Fenyő Miklós ekként szólt az indulás idején. Ma még nevetnek rajtunk, furcsák vagyunk, de holnapra Hungáriás lesz itt mindenki. Ha újat, nagyot akarsz, járj egy lépéssel korod előtt. Kritikusok úgy nyilatkoztak, hogy a Hungária produkciójában nem volt semmi lényegesen új. A csikó frizura, a fénylő hajtókájú zakók, a csörcipők. A rock'n'roll korai éveit idézték, de nem a legeredetibb, legvadabb korszakot. Előadás módjuk a rock'n'roll már finomított, megszelidített változatát kínálta. Fenyőjék azonban nem csaltak. Ők nem látszatot akartak kelteni, hanem szórakoztatni kívántak, és ezt a törekvésüket lendülettel, ötletdömpinggel váltották valóra. A Hungária fergeteges rock'n'roll zenéjé szövegei nem iróniával idézték, hanem inkább megélték az 50-es évek Amerikáját. Egészen pontosan azt az Amerikát, amely a rock'n'rollon keresztül elérte Kelet-Európát, és amelyet a Coca-Cola, a Flipper, a Dögös Cucc, vagy éppen a benzinfaló országúti cirkáló jelképezett a leginkább. A 80-as években, és ezt a tendenciát szinte mindenhol nyomon lehetett követni, világszerte nagy volt már az igény a táncolható, fülbemászó, mégsem andalító, unalmas lágerzenére. A korábbi stílusok lassanként kiüresedtek, a diszkó együgyűségétől pedig hideglelést kaptak már a fiatalok. És ekkor jött a Hungária. A tagadhatatlanul profi szinten előadott számok a fiatalok számára a meglepetés erejével hatottak. Az öregek pedig, akik a valaha volt tilalmak miatt nem élhették meg személyes élményként a rock'n'rollt, úgy érezték, mintha ifjúságuk térne vissza a Hungária zenéje révén. A Hungária bizonyos értelemben tehát új volt, de mindenképpen más és magyar viszonyok között szokatlan, legalábbis hiánypótló. A semmi gáz, az őrület micsoda buli, az azám, lazám, kisapám szövegek, vagyis a felelevenített jampi duma azoknak a tiniknek, akik sem az ismert műfajokra, sem a szintén ez időtájt megjelenő kelet-európai underground zenére nem ugrottak, valóban eredeti stílusként hatott. A Hungária nekik nem a nosztalgiát, hanem a legfrissebb divatot jelentette, sőt sokaknak egyenesen életfelfogást is, ami az ős rock'n'rollban bőven benne volt. E felfogás egyet jelentett a laza gondtalan élettel, a csajozással, illetve pasizással. Voltak kritikusok, igaz csak utóbb, mikor már a nagy Hungária elenyészett, akik halkan azért megjegyezték. Minden erénye dacára ez a Hungária egy olyan nemzedék érzéseit oltotta bele rock'n'rolljába, amely még utoljára nagy illúziókba vetette magát. Miklóskám, üljél vissza, vége van. Most látom, hogy nagyon tetszett a
csapatnak. Köszönjük ez a szépen, kis... hogy meg nem volt jó? Nem, nagyon jó. Nosztalgiáztunk egy kicsit, de Dulli, ez a szombati koncert, ez nosztalgia, kihívás, üzlet, vagy mindegyik? Kihívás, nosztalgia és újdonság. Kihívás nekünk, nosztalgia azoknak, akik 80-ban látták, és újdonság azoknak, akik csak hallották, és most fogják látni. Itt elhangzott valami, hogy a 70-es, 80-as években a Hungária valamiféle illúziót hozott el Magyarországra. Egy sajátos társadalmi helyzetben, egy sajátos történelmi korban. De miféle illúziót lehet hozni 15 évvel később egy egész másfajta társadalmi helyzetben, mikor? Hát azt, hogy szép az élet, mert igenis vannak szép pillanatai. Szép pillanat például egy nosztalgia koncert, szép pillanat az a bizonyos visszaemlékezés a múltra, a 80-as évekre, akár az 50-es évekre, kinek melyik tetszik, és hogy igenis kell az embereknek, nagyon-nagyon kell egy nagy buli, egy nagy szórakozás, egy nagy tánc, egy nagy örjöngés, amit mi ugyanúgy meg fogunk csinálni most, sőt, remélem, hogy sokkal, hát mivel nagyobb méretekben, tehát izgalmasabb körülmények között, legalább olyan jól, mint annak idején. És újra együtt a nagy csapat, a Dolly, Szikora, Kékes, a Fekete, a Novai és a Fenyő, és ez nagy show. Robi, ébredj föl, és ezek szerint még mindig eladható a rock'n'roll? Abszolút eladható, de hát nem is a rock'n'roll van szó, hanem egy névről, és arról, ami eszedbe jut arról a névről. Jó, de önmagában azért a név kevés. Én nem hiszem, hogy arra... Nem tudom, mert a rock'n'roll az mindig egy létező dolog. Ez a fajta rock'n'roll, ami ilyen ortodox rock'n'roll, ez nem tudom, hogy mennyire létjogosult ma, de Amerikában mindent rock'n'rollnak hívnak manapság már. Egyet tudok mondani, hogy ez ugyanolyan örömérzés lesz, mint amit tegnap éreztünk, vagy az egész ország érzett a 3-0-nál. Ezt szeretnénk, egy ilyen érzést hozni az emberek szívébe, és ha nem egyedül vagyunk, a Hungária meg a Fradi, akkor ez már egyszer lesz. Volt a 80-as években egy új hullámos zenekar, és ami olyan szöveget énekelt, hogy van-e élet a rock'n'rollon túl? Na most van-e élet a rock'n'rollon túl? Vagy pedig tényleg a rock'n'roll mindennek a meghatározója, forrása, gyökere? Egy mondatban van élet a túlvilágon is, meg a rock'n'rollon túl is, de ez egy nagyon szép élet itt rock'n'rolliában. Hiszem, hogy mindennek az alapja a rock'n'roll. Azt hiszem, hogy ebben nem nagyon vitatkozik veletek senki. A kérdés csak az, hogy ami 70-ben, 80-ban akkora siker volt, az tud-e ma tulajdonképpen egy időközben felnőtt vagy megöregedett korosztálynak ugyanazt jelenteni, korosztály. ugyanolyan üzenetet? Egy koncert erejéig biztos. A jövő az természetesen mindig egy picit titokzatos, egy kicsit beláthatatlan, de bele kell vágni, menni kell. De az a lényeg, hogy egy koncertre biztos, hogy minden érzés visszahozható, és megszülhető azok számára, akik annak idején nem élték át, hogy milyen nagy. De hogyha ez a véleményetek, akkor miért csak egy koncertben gondolkodtatok? Miért csak egyszeri alkalomra állt össze a zenekar? Hiszen nem ilyen léptékben, hanem kisebben, hétről hétre volna rá kereslet, igény, eladható lenne. Klubokban, kisebb színpadokon. Gondolom, ez egy nagyon sokat megért nagy csapat, ahogy az előbb elmondtam már, tele fiatal érzésekkel a szívekben, de azért itt komoly karrier történetek húzódnak meg a háttérben. Mi most egy bulira álltunk össze, ez kétségtelen, és ezt akarjuk megvalósítani. A többi az azt szoktam mondani, hogy a jövő rock'n'rollja, azt majd meglátjuk. Norbert, minden Népstadion koncertnek vannak bizonyos előírásai, szabályai annak érdekében, hogy gördülékenyen történjenek a dolgok. Mit kérsz a közönségtől? Mi minden olyan intézkedést megtettünk, ami egy ilyen koncertnek a vele járója, tehát az orvosi ügyelettől kezdve a nyilvános WC-kig és a BKV értesítéséig és a rendőrség, akik rendkívül segítőkészek, és szinte jampi módon állnak ők is a bulihoz. De a jó, mit szerint... ajánlasz, milyen cuccba menjenek? Jampi. Na mit? Öltözzenek ki. Tényleg? Elegáns legyen a dolog? James Dean-es bulizós. Bocsánat, válaszolva egy rövid mondatban a kérdésedre, hogy rögtön szabaduljon föl belül, és érezze nagyon jó magát, és eressze magát, lazuljon. Hölgyeim és uraim, illetve nézőink, szombaton tehát Hungária buli a Népstadionban, holnap viszont napkelte, Havas Henrik tálalásában,
Én mára búcsúzom, köszönöm figyelmüket, legyen egy jó napjuk, viszontlátásra!